Évtizedekig egy helyi védettségű, de folyamatosan romló, az elmúlt években már életveszélyessé váló épület állt a Bocskai út és a Kálmán utca sarkán, melynek a felújítása most készült el a Zöld Város Kialakítása Nyíregyháza területén című projekt keretében. Egy nagyon érdekes, egyedülálló beruházás történt. Be akartuk bizonyítani azt, hogy itt a régi szép épületek, ami nyíregyháza stílusát, hangulatát is adták. Nem szabad, hogy tönkre menjenek. Ezért itt tulajdonképpen a Bocskai út felül teljes eredeti formában, ahol 101 évvel ezelőtt állt, azzal minden stílusjeggyel építettük meg. Belül viszont, ahogy láthatjuk, egy háromszintes funkciót és biztosító modern 21. századi épület valósult meg, a gépészettől kezdve mindennel együtt. Az udvaron pedig egy 8 parkolóhely létesült, 10 kerékpártároló, és ugye itt lesz lehetőség arra, hogy itt egy olyan szolgáltatóház, ez a projekt címe, alakuljon ki, jöjjön létre, ami egy kulturális, turisztikai attrakciót is jelent. A Bocskai út mellett a Bújtosi Városliget, a Benc úr Besenyei tér, a Pazonyi tér és az Arany János utca felújítása is része volt a projektnek, melyek közül egyedülálló beruházás volt a Bocskai Kálmán szolgáltatóház kialakítása. Amikor először voltunk Zsesovban, 2012-ben, akkor láttam, hogy ott a zsesovi testvérvárosok főtere a Városháza körül, milyen jó állapotban. Aztán elmondták nekem, hogy mindegyik épületet lebombázták a II. Világháborúba, és igaz, hogy 20-25 éven keresztül, de folyamatosan újjáépítették, és ott van hotel, van étterem, van szolgáltatóház, és ráadásul olyan műszaki állapotban, olyan minőségben, hogy az a következő 100-150 évre is biztosíték. Tehát erre törekedtünk itt is, ezért mondtam, hogy tulajdonképpen ez az első ilyen jellegű projekt Nyíregyházán, és biztosítja azt, hogy ugye teljesen újak a vízvezetékektől, a fűtési rendszerig minden, hogy ez a következő 100-150 évben is itt tud állni majd. A program részeként tavaly elkészült már a Kállai kúria, idén tavasszal pedig a Móricz Zsigmond Színház melletti Szindbád átadása is megtörténhet, tette hozzá a polgármester.